Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Csaknem négyszer több nő vett részt idén a négynapos méhnyakrák szűrésen az előző évekhez képest. A magas részvétel dr. Tóth János szülész nőgyógyász szerint annak is köszönhető, hogy idén behívót kaptak azok a nők, akik már 3 éve nem voltak rák szűrésen. Tolna városában ez közel 1500 érintettet jelent. Több mint 300 nő vett részt az idei évben a négynapos ingyenes méhnyakrák szűrésen Tolnán. Dr. Tóth János szülésznőgyógyász szerint ez hatalmas előrelépés az előző évekhez képest, csak nem négyszer többen mentek el a vizsgálatra, mint tavaly. Tolnán tartjuk most a éves rákszűrést, minden évben kijövünk ide. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, már 10-12 éve tart, amit én végzek el, a Balassa János Kórház szervezésében. Nagy szerencsénkre az INTS az utóbbi évben segít ebben, és olyan emberek is eljuthatnak ide, akik eddig nem jöttek önként, mert kapnak olyan behívót, ami figyelmeztet őket, hogy már 3 éve nem voltak méhnyakrák szűrésen, és ott ennek az előnyeit ecsetelve, jó példát mutatva eljönnek, és akkor így átesetnek ezen a szűrővizsgálaton. Nagyon örülünk ennek, mert igen, szép, népes volt a napjaink, elég fárasztóak is, de örülünk neki, mert 70-80-an jelentek meg itt Tolnán minden nap, már 2 hete jövünk, ma az utolsó nap, és ma is be vannak regisztrálva legalább 75-en. A járványnak annyi előnye van, hogy be kell tartanunk, és be is tartjuk a járványi előírásokat, így aztán 5 percenként vannak a betegek berendelve, nem kell nekik várniuk, és nagyon kényelmes, így nem kell beutazni, itt helyben mindenkit le tudunk szűrni, azokat is, akik esetleg óckodtak ettől, de a behívó hatására aztán eljöttek, és itt megkapták az ellátást. Nyilván nagyobb igény lenne rá, mert 1500 meghívó ment ám ki, azok közé, akik mondjuk régebben nem jártak, és vannak, akik évente rendszeresen járnak, azok csak mondjuk a Facebookról, plakátokról és egyéb értesítésekről tudták meg ezt a szűrést. Az önkormányzatnak nagyon köszönjük, mert tényleg mindent megtettek azért, hogy a lakosság értesüljön róla, és ennek köszönhető ez a nagy szám, mert nem minden évben szoktak ilyen sokan jönni. Én remélem, hogy ezt a vizsgálati számot jövőre is el fogjuk kérni, vagy még fokozhatóvá válik. A nőgyógyász azt mondja, az éves vizsgálatok mellett a nők sokat tehetnek azzal, ha beadatják maguknak a HPV elleni oltást, amely azon vírusokkal szemben nyújt védelmet, amik a legtöbb esetben méhnyakrákhoz vezethetnek. Amit mi végzünk, az a betegségek megelőzésére szolgál. A méhnyakrák az egy abszolút megelőzhető betegség, védőoltással tudják legjobban megelőzni, de ezt csak kislányok kaphatják még egyelőre Magyarországon. Ez is egy nagy szó, hogy ez már egy olyan betegség, aminek ismerjük az okát, tehát meg tudjuk előzni. De minden nőnek lehetősége van arra, hogyha rendszeresen eljön, akkor nem fogja ezt a betegséget elkapni, mert nagyon korán fel tudjuk fedezni a betegséget, vannak nagyon korai jelei, és ezeket, hogyha itt megtaláljuk a citológiában, akkor azonnal intézkedünk, kisebb műtéttel meg tudjuk gyógyítani a beteget, de legjobb lenne minden kislány beoltani, és mindenkinek eljön évente, akkor ezt a szomorú tényt, hogy még mindig 500-an meghalnak ebbe a betegségbe, elkerülhető lenne, és talán ez lenne a megoldás, de ehhez még azt hiszem egy párat aludnunk kell, mert az utóbbi 40 évben ezt nem tudtuk még megoldani. Azért nehéz, mert ha panaszos valaki, akkor már szinte a stádium már odébb van, tehát nem korai a felfedezés. Tehát az első 5-6 évben semmi jele nincs. Csak megelőzéssel lehet, és csak szűréssel lehet felfedezni a betegséget. Óvaintünk mindenkit arra, hogy nem, tehát elhalogatja a dolgot, nem jön el, nincs semmi panasza, ez nem jelenti azt, hogy a betegség nem lappang benne. Tehát csak nőgyógyászati, citológiai vizsgálattal lehet felfedezni a korai stádiumokat, és anélkül nincs esélye senkinek arra, hogy megmeneküljön a betegségtől. Ezt a betegséget egy vírus okozza, a HPV vírus, és a HPV vírus általában nemi úton terjed, de ez nem biztos, hogy csak így van. A mostani kutatások azt igazolják, hogy más módon is el lehet kapni. Ezért, amit ön kérdez, arra az a válaszom, hogy a nem élet megkezdése után, tehát, de ez már ugye kitolódik, tehát aki már 15-16 évesen nem életet él, annak már kell jönni rákszűrésre, ha nincs beoltva, akkor meg pláne. Ha be van oltva, akkor kisebb az esély, hogy azokat a nagyon markáns vírusokat, amelyek a legtöbb betegséget nem fogja elkapni, mert a védőoltást megvédi, de van pár vírus, amire a védőoltást sem véd, nagyon ritkák ugyan, de ezért nagyon fontos, hogy a védőoltás mellett is évente rákszűrésre jöjjönnek el a fiatal lányok is, és asszonyok, akik nem életet élnek, főleg
idősebb korosztályban már ritkább a betegség, de ők meg azért jönnek, mert más betegségeket is vizsgálnak, nem csak a méhnyakrákot, itt a méh különböző más betegségeire, a petefészek állapotára is fény derül, tehát mindenkinek ajánlott. Hazánkban az emlőrák után a méhnyakrák a leggyakoribb daganattípus, amely halálos szövődményekkel is járhat. A betegség akár 10-15 évig is tünetmentesen lehet jelen a szervezetünkben. 161 jelzés érkezett a Tolnai Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságra 2020-ban. Zömében tűzesethez és műszaki mentéshez riasztották a lánglovagokat a tavalyi év során. Az önkormányzat által fenntartott tűzoltó parancsnokság többféle forrásból tartja fenn magát, és a dolgozók jogviszonya és fizetése is eltér a hivatalos tűzoltókétól. Ám nem szenvednek hiány semmiben, az Országos Katasztrófavédelem és a Tűzoltó Egyesület is támogatja őket. Kigördül a tűzoltó autó Tolnán. Ez csak a gyakorlat kedvéért tették meg a lánglovagok, ám nem sokáig pihenhettek. Paksi Ferenc, a tűzoltóság parancsnoka éppen azt fejtette ki televíziónknak, mi a nehéz ebben a szakmában, amikor valódi riasztás érkezett hozzájuk. Egy műszaki mentésnél, egy balesetnél embereket kell kimenteni, nyilván akkor a feladatra koncentrál az ember, és ezt is így éli meg. Most kaptunk éppen egy riasztást. Paksi Ferenc 2016 óta vezeti a Tolnai Tűzoltóságot. Azt mondja, több tényező befolyásolta, amikor a tűzoltói hivatást választotta. Ott kezdődött az ember fiatalon, agilisként, hogy úgy érezte, hogy nagy dolgokra képes, és hogy van az emberben egy ilyen segíteni akarás, egy ilyen motiváció mások segítése irányába, én így tudnám jellemezni, és amikor pedig meg is tapasztalja, hogy más embereken segíthet, akkor ez úgy beleég az emberbe, és akkor ez így meg is marad. Miénk az egy önkormányzati tűzoltóság, ez egy köztestület, ez igazából 97-ben alakult, az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület alapította, így jött létre, azóta van folyamatos készenléti szolgálat, és hát a különbség abban nyilvánul meg, hogy a fizetések azért nem érik el a hivatásos tűzoltók fizetését, és annyi még, hogy igazából az önkormányzat működtetéséből vagyunk. 20, hát igazából összegekről, hogyha nem is beszélünk, kapunk az Országos Katasztrófavédelme keresztül normatív támogatást. A normatív támogatás tavaly 27 millió forint volt, ebből tartják fenn magukat. A forrás egy része a bérekre megy, a fennmaradó összeget pedig a tűzoltóság működtetéséhez szükséges szerek, laktanya állapotának fenntartására fordítják. A katasztrófa védelem pályázatán pedig több eszközt nyert a Tolnai Tűzoltóság. Amiben beletartozott a Weber feszítővágónknak a felújítása, rendbehozása, és még egyéb több eszközt, felszerelést tudtunk venni a fecskendőkhöz. Ami még jó történt ebbe az évben, hogy a Tűzoltó Egyesület, amellyel igazából karöltve dolgozunk együtt, ők kaptak tartós használatra egy Mercedes gépjármű fecskendőt, amivel erősödött a mi eszközállományunk is, tartalékfecskendőként be van állítva hozzánk. 8 fő főállású dolgozó van velem együtt, akik a tűzoltóságon végeznek munkát. Ő melléjük 17 kisegítő munkatársal tudtuk megoldani azt, hogy egész évben 4 fővel folyamatos készenléti szolgálatot tartsunk fent. A 8 fő nagyjából állandó. Voltak munkatársak, akik elmentek tőlünk, helyettük vettünk fel új embereket, nekük a képzésük folyamatban van. A tolnai tűzoltóknak van egy 4000 és egy 2000 literes víztartállyal rendelkező fecskendőjük. Igyekszünk a tartalékfecskendőt is ezekkel a dolgokkal napra készre feltölteni, hogyha ne adj Isten valami olyan dolog történik, amiért félre kell állítani, javítani kell a fecskendőt, akkor csak át kelljen ülni a tartalékra. Ez még folyamatban van. Jó a csapat, többen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, mondja Paksi Ferenc. Igazi vezetőként azonban senkit nem emelt ki név szerint. Azt mondja, mindenkinek a képességére szükség van. Mindenkinek megvan a helye ebben a csapatban. Van, aki egy bizonyos dologban jó,
és a másik pedig egy másik dologban jó. Uh-huh. Tehát ezen kívül igen, tehát konkrétan a kérdésre válaszolva, egy kolléga ki lett emelve, helyettesemként dolgozik 2021-től. Most rövid reklám következik, majd bemutatunk egy házaspárt, akik rendszeresen nyújtanak segítséget rászoruló családoknak. Maradjanak velünk, rögtön folytatjuk a Telena magazint. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint. Most Tolnán segített egy zombai házaspár, háztartási gépeket és élelmiszert vittek egy helyi családnak. Manner Tiborné, az adományozó asszony azt mondja, évtizedekkel ezelőtt ő is nagyon szerény körülmények között élt, és már akkor megfogadta, hogyha lehetősége lesz rá, segíteni fog a nélkülözőknek. Férjével azt tervezik, legközelebb húsvétkor jótékonykodnak, akkor 20 rászoruló családot támogatnak majd. Nézze csak, kapott egy gyönyörű szép fagyasztót, egy mosógépet. Jaj, de jó, a mosógép már olyan, hogy téglával van alul kitámasztva. Többek között hűtő, mosógép érkezik ehhez a nehéz körülmények között élő tolnai családhoz. A négy tagú háztartásban a szülők már nyugdíjasok, a két fiúk is velük él, ők egészségügyi problémáik miatt pedig rokkant nyugdíjasok. Cinder Sándorné úgy fogalmaz, a számlákra épp hogy elég a havonta befolyó pénz, nincs már aki segíteni tudna nekik. Előfordult, hogy az édesanyja kukákban keresett ennivalót. Napról napra élnek, a túlélésért küzdenek. Nagyon hálás annak a zombai családnak, akik már második alkalommal szerveztek adománygyűjtést nekik. Csodálatos, Isten adománya, meg a hölgyeké, uraké, akik vannak, akik hát jó, meg is engedhetik, de van is rá, hogy mondjam nekik, szívük hozzá, hogy kisegítik a rászorulókat. Két gyerek is rokkant nyugdíjas. Mindegyik a nagyfiam a cukorbeteg, van már neki ilyen zöld hájog is, meg az idegrendszere gyönge, a kisebbik meg hát enyhén egy kicsit nagyon nehezen született, oxigénhiányosan is az agysejtek egy kicsit úgy sérültek. Senkink a világon nincsen. Az a baj, amíg anyámék meg a szegény áldott jó nővéremét, az sokszor segített, mert azért régen is, meg mindig szegények voltunk, Úgyhogy megszoktuk már, hogy a túlélést, hogy mondjam, hogy hát muszáj túlélni, mert itt van a két gyerek, azokat nézem mindig. Az az igazság, hogy a egyik minuszkártyával fizetjük a másikat, adósság. Soha nem megyünk izébe, hogy plusz olyan nincsen, mert annyi nyugdíj nincs, amennyi az adósságunk. Nem iszunk, nem dohányzunk, semmi fölösleg, és az utóbbi években még egy tűt se vettünk, csak ennivalót, meg hát a rezsiket kell fizetni. Már nem mai gyerekek vagyunk, de hát volt nekem is infarktusom, őnek is volt. Sok betegsége. Az a baj, hogy régen is azért akkor is hajtottunk, mert én szövőnő voltam 3 műszakban.
Normába, ott se, nem tudom, ismertek-e vagy a Szövödét, hogy akik ott dolgoztak, ott se volt leányálom. Mert egész nap talpon, akkor 12 óráztam nagyon sokszor, mert azért, főleg mikor fiatal voltam, öltözködni szerettem akkor, hát az, de hát most mióta megöregettem, mert azóta nem telik ilyesmi. Ma volt a marhahúsért, hoztam egy kis marhahúst is, cimbernénéknek, kaptunk meg szalámit, egy kis sült oldalas, vagy a kávé, egy rizs, tészta. Rizs, kávé, marha hús. A háztartási gépek mellett egy nagy zacskó élelmiszert is hozott a zombai család. Manner Tiborné Tóth Éva azt mondja, tavaly karácsonykor szerveztek először adománygyűjtést, amivel 13 rászoruló családnak szereztek örömet. A családanya szegény körülmények között nőtt fel, gyakran éhezett. Azonban jóra fordult sorsa, és úgy érezte, segítenie kell. Férje mindenben támogatja. Húsvétkor is szeretnének adakozni, ezúttal 20 rászoruló családnak. Fiókos fagyasztószekrényt hoztunk, mikrót hoztunk, a kávégép az otthon maradt, de az nem jelenti azt, hogy otthon is fog maradni, és nagy sietségbe. Mikrót hoztunk, mosógépet hoztunk, egy kis élelmiszer, gyorsan, amit tudtam, összepakoltam otthon, mert már arra nem volt idő, hogy a boltba is elmenjünk. Egy nagy 139 centis tévét, amit már régóta ígértem. Nagyon sok felajánlást kapunk tartós élelmiszerbe és mindenbe, de ez külön nekik szólt, tehát külön gyűjtöttem egy adománygyűjtést, mikor én minden este bejelentkezek egy órát, másfél óra hosszát. Az embereket próbáljam imitálni arra, hogy milyen jó segíteni, és milyen jó látni az emberek arcán, hogy hogy tudnak örülni neki. És ugye, hát a néni is mondta, hogy csak meg a bácsi is, hogy csak filmben látott ekkor a tévét, hát akkor legyen meg ez az öröm. A tavaly évben azt mondom, hogy annyi minden jó dolog történt velünk. Én tudom azt, hogy nekem nagyon nehéz gyerekkorom volt, tehát de sokszor tudtam azt, hogy mi az a nincs, és valahogy én nagyon is együtt tudok érezni, így, és így tudtam volna örülni egy Barbie babának is, ha lett volna, de nem lett. És hát lett egy nagyon jó ismerős szomszédunk, de akkor már 13 éves voltam, akkor már én 14 évesen már dolgoztam, úgyhogy már akkor nem nagyon, de még a mai napig is valahol megvan az a Barbie-ba. És onnan jött ez az ötlet, hogy ennyi mindent kaptunk, az okkal van, akkor próbáljuk meg adományt gyűjteni másoknak is, és segítsünk másoknak is. És akkor én körülbelül ilyen megközelítőleg, hát mennyi, 50 ezer forint értékbe tudtunk családokhoz kivinni adományt, ahol még ma is kaptunk visszajelzést, hogy még ma is van a lisztből is, úgyhogy azért, na, sikerült. Voltunk olyan családon, hogy azt mondta a hölgy, hogy 22 ezer forintja marad, amikor kifizet mindent. Mi az a 22 ezer forint? Az autómat megtankolom, és pont annyiba került. Akkor mi az a 22 ezer forint? Akkor ezek az emberek még egy kávéra se tudjanak elmenni valahova, egy kávézóba. Holott ez egy alap dolog lenne. Egy alap dolog, vagy a kislányát, vagy a kisfiát elvigye egy fagyizóba. Mert nem tudja, mert ugye elmegyünk fagyizni, kávézni, az legalább 5-6 ezer forint. És hol ez a világ? Segítsünk! Első osztályos kisfiú nyerte meg a Tolnai Magház farsangi állarcöltő versenyét. A szervezők az elkészített állarcok, illetve jelmezbe öltözött gyerekek fotóit online formában várták. A játék közel egy hónapig tartott, csaknem 60 gyerek vett részt benne. Véget ért a farsangi állarcöltő. Még január végén hirdetett a Tolnai Magház online farsangi állarc készítő versenyt gyerekeknek. A kicsik által készített farsangi maszkokról és a jelmezbe bújt gyerekekről készült fotókat is várták a szervezők. Az ötletesebb állarcok készítői díjazásban részesültek. A jelmezbe bújók közül három szerencsést sorsoltak ki. Ők édességből álló ajándékcsomagot kaptak. A farsang alkalmából hirdette meg a Magház a farsangi állarcöltő címmel állarckészítő versenyét. A gyerekektől vártunk saját készítésű állarcokat, illetve volt egy második kategóriája is a versenynek, ami igazából nem verseny volt, hanem jelmezes képeket is vártunk az állarcok mellé, hogy ebbe a farsangi hangulatban minél többen részt vegyenek. Ez a kiírás, meg ez a pályázat is illeszkedett a mostani járványügyi helyzet miatt meghozott intézkedésekhez. Itt is online vártuk a pályázatokat. Hát megpróbálunk egyelőre hasonló akciókat és kiírásokat szervezni, hogy azért mégiscsak működjön valahogy
továbbra is a közművelődés. Több mint 60 jelentkező volt, több mint 60 képet kaptunk. Online zajlott ez a verseny, e-mailben és a közösségi oldalon vártuk a képeket az állarcokról és a jelmezes gyerekekről, amiket meg is osztottunk a Makáz oldalán. A fődíjat egy első osztályos kisfiú nyerte el, aki az egyik legnépszerűbb számítógépes játék figuráját öltötte magára. A nyereménye egy kreatív képzőművészeti csomag volt, ami rajzoláshoz, festéshez, kézműveskedéshez alkalmas eszközöket tartalmaz. A következő kiírás az már egy tavaszi hangulatot fog megidézni. A Föld napjával kapcsolatban fogunk majd várni rajzokat, festményeket a gyerekektől, illetve ehhez kapcsolódni fog a felnőtt korosztályt megcélzó fotópályázat is. Tőlük is a Föld napjához kapcsolatban ökológiai témában és a természettel kapcsolatos alkotásokat várunk majd. Más környezet, meg egy más közeg, de vannak olyan formátumok, meg olyan rendezvények, amik passzolnak ehhez ez a kommunikációs csatornához, meg vannak olyanok, amik nem annyira. Hát megpróbálunk azokra fókuszálni, olyan rendezvényekre, meg olyan eseményekre, amiket hozzá lehet igazítani az online közeghez. És én úgy veszem észre, hogyha sikerül eltalálnunk, megtalálunk a közös hangot az emberekkel, akkor ezek sikeresek tudnak lenni. Nehéz tervezni ebben az időszakban, mindent az határoz meg, hogy mikor nyithatnak a művelődési házak. Addig próbálunk továbbra is online akciókkal szolgálni a közönséget. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!